belegondolunk, hogy bár a Horn városának tartjuk magunkat, bár a Hornnak nagyon nagy a tradíciója, de azért azt nem szabad elfelejteni, hogy a város egyik legrégebbi óta működő cége az maga a sörgyár. Éppen ebből kiindulva, idén első alkalommal rendezik meg a városban a sörsót. A csütörtökön induló fesztiválon az érdeklődők 17 ország, 64 fajta csapolt és 50 féle palackozott sörét kóstolhatják meg. Több mint 100 fajta sör lesz, ezeket most nehezen tudnám felsorolni, de egy biztos, hogy Mexikóból, Amerikából, Japánból, Ausztráliából, Izraelből és Európa nagyon sok országából lesznek jelen a sörök. Van, ahol csak üveges, de a legtöbb csapolt formában. Benkő Dezső elmondta, hagyományt szeretnének teremteni, ugyanis annak idején a pécsi sörgyár is szervezett hasonlókat az udvarán, amely rengeteg embert vonzott. Akkor azonban csak helyi nedűket lehetett inni, most viszont a Magyarországon összes jelenlévő sörgyár termékeit és horvát gyártó söreit is meg lehet majd kóstolni. Csizi Péter, Pécs alpolgármestere szerint a város főleg a borról híres, a sör kultúrája azonban örök. A legfontosabb célunk pedig pont ez a két terület, hogy a magyar, Európa és világ sörgyárait megpróbáljuk elhozni Pécs városába, és olyan söröket is kóstolhatunk, amik a mindennapjainkban még nem költöztek be, hiszen japán, dél-amerikai vagy izraeli kóser sörökkel nem szoktunk találkozni egy balatoni strandon. A pécsi sörsó szeptember 13-ától 15-ig 16 órától 24 óráig lesz látogatható, ahol rengeteg versennyel és vidámparkkal is várják az érdeklődőket.